2019. júliusában a Tolna megyei Egyedanta Honismereti Egyesület és a Janus Pannonius Tudományegyetem dr. Szécsi Gábor professzor úr vezetésével egy egyedülálló együttműködési megállapodást kötött, melynek célja a közös programok megvalósítása volt. Megállapodás részeként egy Szülőföld Akadémia elnevezésű előadássorozatot is indítottunk, amelyben a fele előadót mi adjuk, a fele előadó a létszámot pedig az egyetemnek a munkatársai. És hát 2020. januárjában el is kezdtük az előadássorozatot, de hát jött a nagy betegség, a Covid, és 2020. márciusában a harmadik előadást már nem tudtuk megtartani. És hát ez most így volt másfél-két évig, és most szeretnénk ezt Gáborral együtt feleleveníteni, felújítani, és kapura jött egy előadó, a dr. Bak Miklós, aki az Egyesületünknek tiszteletbeli tagja, aki Erdélyből, Kolozsvárról érkezett, és ő fogja utó előadást tartani, mégpedig egy nemzetiségi kérdést, a szászok és a magyarok Kolozsváron való együtt élését fogja nekünk ismertetni. A székelyhídi születésű egyetemi docens, a Honismereti Egyesület tiszteletbeli tagja előadásában arról beszélt, hogy a 15. és a 17. század közötti Kolozsváron egy olyan érdekes együttélési modell alakult ki, amely a modern konszociatív demokráciák nézőpontjából is figyelemre méltó. A kolozsvári magyarok elérték, hogy egyenrangúak legyenek a város vezetésében, és erre vonatkozóan két technikát alkalmaztak. Az egyik, ami a testületekre vonatkozott, az a helyek megosztásának a technikája. Ez azt jelenti, hogy a kolozsvári százak tanácsába, tehát a szélesebb városi képviselőtestületbe 50 hely illette meg a magyarokat, 50 hely a szászokat, az úgynevezett belső tanácsba, amely 12 tagú volt, pedig 6-6 tagja volt a szász, illetve a magyar lakosság részéről, és ami az egypozíciót jelentő városvezetést illeti, tehát polgármester és hasonló egyszemélyi tisztségek vezetését illeti, ott ilyen váltásos rendszert vezettek be. Ez a rendszer körülbelül 300 éven keresztül működött. A 18. század elejére a szászság nagyjából már teljesen elmagyarosodott. Még ekkor is egy darabig fenntartották ezt a felépítést a vezetésben olyan magyarul beszélő személyek tisztségbe emelésével, akik valamilyen módon kötődtek családi hagyományaik révén a szászokhoz. Érdemes megvizsgálni, és erről is szót fogok ejteni, hogy tulajdonképpen mi történt a szászsággal Kolozsváron. Nos, az történt, hogy a szászföldtől, tehát a szász autonómia területétől eltérően, tudjuk, hogy ez Brassó és a Nagyszebben közötti térséget fogta át. A szászság nem a luteránus vallásra tért át, hanem az unitárius vallásra. A luteránus vallás szászföldön, a szász autonómia területén lehetővé tette a szász kulturális autonómiát, a saját iskolarendszert. Az unitarianizmus révén azonban a kolozsvári szászság az elmagyarosodott, tehát tulajdonképpen itt látjuk az asszimilációnak a kulturális komponensét is. Tagadhatatlan tehát, hogy ezekben az évszázadokban a szüntelen surlódások és az együttélés nehézségeinek ellenére is erős közeledés mutatkozott a szászság és a magyarság között. Mind a politikában, mind az életmódban és az iskolázás terén. Így jöhetett létre ez a társulásos demokrácia.